Erdélyben rengeteg olyan történelmi hely van, ami őrzi nemzetünk dicső múltját. Most 20 olyan helyre szeretnénk elröpíteni benneteket, ami mind megdobogtatja egy igaz magyar szívét. Utunk első állomása a Gyimesekbe, Gyimesbükre vezet, ahol a Rákóczi vár őrzi a Tatros folyó völgyét, és féltőn tekint le a vasúti őrházra. Gyergyószárhegyen találjuk Székelyföld egyik legszebb várkastélyát, a Lázár kastélyt, amit bízunk benne, rövidesen megnyitják a nagy közönség előtt. A csíkszeredai Mikóvár ma múzeumként látogatható. Érdemes felkeresni egy székelyföldi utazás alkalmával. Rázsmár városát már a Barcaságban találjuk, ahol az evangélikus erődtemplom a Barcaság legjelentősebb templomerődje. Itt a belső váron belül a templomudvar és az előudvar falában alakították ki az úgynevezett szalonnakamrákat, amiből összesen 275 darabot találhatunk. Solymos várát Arad megyében találjuk. Ha Arad és Déva között utazunk, akkor érdemes megállni egy órára és felmenni a várba, hiszen csodálatos panorámánk lehet a Maros völgyére. Kolcvárat a Retyezát kapujának is szokták hívni, a Retyezát északi lábainál áll egy 727 méter magas sziklás bérce.
Magából a várból elképesztő csodálatos panoráma nyílik az egész hátszegi medencére, és a Retyezátra is egyaránt. Kolcvár, a Kendefi család ősi fészke, Verne Gyulát, ez a vár ihlette meg a Várkastély a Kárpátokban című regényének a megírásakor. Szelindek várát Nagyszebentől északra találjuk, és sajnos már 300 éve pusztulásnak van ítélve ez a vár. Torockó-Szentgyörgyi várat a torockai család építette még a tatárjárás után. A torockai család támogatta a Rákóczi-féle szabadságharcot, ekkor robbantották fel a várat, és ez a vár is már több mint 300 éve az enyészetnek van ítélve. Várból elképesztő panorámánk lehet a Székelykőre, az Ordaskőre, és el lehet látni egészen a Kőközi szorosig. Templom tornya, amely eredetileg a vár őrtornya volt, a tatárjárás után épült. Magát a templomot, a várat az évszázadok viharai alatt ötször pusztították el, de még ma is ticsőn hirdeti a magyar múltat. Fehérvárt régen Károlyfehérvárnak is hívták, és ez volt mindig Erdély történelmi és közigazgatási központja. Sokan nem tudják, de Törcsvár ma Erdély leglátogatottabb turisztikai célpontja. A várat érdemes minden évszakba felkeresni, és jó tudni, hogy Drakulához nincs semmi köze. Szászkészd várát a 14. században építették, és a környező falvak lakosságának szolgált menchelyű. Régen háromszoros falgyűrű vette körül, és 2017-ben született döntés, hogy 2 millió euróból felújítják, de még nem kezdődtek el a felújítási munkálatok. Kovászna megyében Sepsiszentgyörgytől csak pár kilométerre fekszik Árkos Kicsiny faluja. Itt az unitárius templomot
egy ötszög alakú várfal övezi. A falak 8-9 méter magasak és másfél-két méter szélességűek. Árkoson járva érdemes felkeresni a helyi tájházat is. Segesvárt Maros megyébe találjuk, és mindig is Erdély egyik történelmi és kulturális központja volt. Legszebb látnivalója az óratorony, ami a 14. században épült. Sokáig városházaként is funkcionált, ma múzeum található benne. Marosvásárhely, régi nevén Székelyvásárhely, ma Székelyföld gazdasági és kulturális központja. Maros völgyében északra haladva találjuk Kernyeszeg kicsi faluját, ahol a Teleki kastély található. A Transzfogarasi úttól nem is olyan messzire Kerc kicsiny falujába található Erdély egyetlen cisztercita kolostora. Marosvásárhelytől, Szászrégentől északra szintén a Maros völgyébe találjuk Marosvécsen a Kemény kastélyt. Tizenkét kőműves összetanakodék Magos Déva várát, hogy fölépítenék, félvéka ezüstér, félvéka aranyért. Nagyon kevesek vannak, akik nem hallották még ezt a balladát, kőműves Kelemen balladáját, a vár felépítésének elképzelt emberfeletti akadályokba ütköző történetét. Déva várát a Maros partján találjuk, Déva városa fölé magasodik egy 250 méter magas hegyen. Érdemes felvonóval felmenni a várba, hiszen nem csak a ruszka havasokra, hanem az erdélyi érzhetségre is csodálatos panoráma nyílik. Déva várából még egészen a Kenyérhegyig is el lehet látni, ami Piski városánál találunk. Méltán nevezte Mikszáth Kálmán a várak királyának a vajdahunyadi várkastély. 1409. októberében kelt oklevelében Luxemburgi Zsigmond Hunyadi János apjának adományozta a hunyadi birtokot, amelyről később a család a nevét is felvette. Hunyadi János az apjától örökölt kicsiny erősséget építette ki rangjához méltó lovagvárra. A 19. század végén kezdték el a vár felújítását, egyes részeket megsemmisítettek vagy kiemeltek, és helyükre újakat toldottak be. Steindl Imre alakította a vár mai végleges formáját.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ne felejtsetek el feliratkozni ide a YouTube csatornánkra. Keressetek minket a Facebookon, Erdélyi Túrák.